miután minden oktatási nevelési intézménynek, ami állami tulajdonban van, a magyar állam a fönntartója, és a fönntartó az egy szervezetben működik, ezért fönntartói szervezet mindig lesz. A szakképzőiskoláknál, amik a gazdasági minisztériumhoz tartoznak, ott is vannak fönntartói szervezetek, és természetesen a köznevelési intézményeknek is lesz fönntartó szervezete. Tehát olyan megoldást, hogy ne lenne fönntartó és fönntartói szervezet, olyan megoldást nem ismerek fönntartói gyakorlattal rendelkező emberként. Valamilyen fönntartói szervezet mindig van. Én sem szükségét, sem indokoltságát nem látom a klik megszüntetésének. A professzionális működtetésének viszont igen. Tehát profik módon kell működtetni Magyarországon egy fönntartó szervezetet, ami meg örülhet, hogyha a Klebersberg nevét viseli. A érdemi egyeztetés tekintetében mi érdemi egyeztetést szeretnénk, de hol kellene az érdemi egyeztetést talán a legnagyobb szakszervezettel lefolytatnunk. Nem tudom, hogy nekünk kellene a tüntetésen Galoné után mennünk, hogy álljon már meg, beszéljünk, vagy elvárható az, hogy a szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete eljön a tüntetés után a tárgyalóasztalhoz. Még egyszer mondom, a szándékunkban nem kell bennünket meggyőzni, mert az a szándékunk, hogy jobbá tegyük a magyar oktatást. A megoldásokról meg tárgyalni kell, nincs nálunk a bölcsek köve, természetesen minden pedagógus véleményére szükségünk van ahhoz, hogy a jelenlegi rendszernél is jobbat alkossunk.